Köszöntöm nézőinket, önök a Telena magazint látják, én Bence Péter vagyok. Mutatom, mivel készültünk a következő percekre. Húsvéti hangulat költözött a Magházba. Jótékonysági koncertnek adott otthon Tolna. Húsvéti hangulat költözött a Magházba néhány órára. Családoknak tartottak ugyanis kreatív programot az épület falai között. A helyszínen természetesen stábunk is ott volt. Nagy volt a nyüzsgés a Tolnai Magházban március 3. szombatján. A Városi Könyvtár szervezésében ugyanis húsvétváró kézműveskedést tartottak. Húsvéti dekorációt készítettünk az unokámmal, mindenféle alapanyagból. Kis tyúkocskát készítettünk, akkor egy kis asztali díszt, nyuszit. Mit készítettünk még, Dorina? Segítsél! Répát tömtünk, és még... Kisházat, nagyon-nagyon sok minden van itt, ami lehetőség van. Ilyenkor már otthon... Ilyenkor már otthon is készülnek egyébként a húsvétre. Hogy néz ki ilyenkor az ünnepvárás? Hát mivel én óvónő vagyok, én nagyon-nagyon készülök, mint az óvodában, de otthon is. Kint is, bent is nagyon szeretek dekorálni. És amikor lehet, akkor az unokámat is elhozom a kézműves foglalkozásra, ha ő esetleg nincs itthon, akkor én egymagam is eljövök. Imádok kreatívoskodni. Bár a program elsősorban gyerekeknek szólt, szép számmal kivették a munkából a részüket a szülők is. Kiválasztották a gyerekek, hogy milyen színkompozíció legyen. Én segítek a ragasztásba, és akkor hozzák ide az alapanyagot, és anya segít nekik. És a díszeket abszolút a gyerekek választják, vagy ez egy közös munka? Nem, ezt ők választják ki. Mikor jöttetek, hogy tetszik a mai délután? Mi mindig el szoktunk jönni, hogyha tudunk róla. És rengeteg, ott az ablakban, ott van a mi munkánk, amit lehetett, azt mind végigcsináltuk. A mai délután igazából egy ilyen húsvéti ráhangolódás lenne. Tavaszváró, húsvét készülődő, illetve locsoló ajándékkal is készültünk, hogyha valaki esetleg erre gondol, hogy már így előre tervezi az ajándékozást. Koszorúból például nyulat, de tavaszvárok koszorút is ajtódísznek. Asztalra gondoltunk ilyen kis díszeket, ebben lehet természetes anyagokból házikót, gombát feldíszítve kis tojásokkal, de textilanyagokból csirkét, nyulat, illetve hát a gipszfestés az, ami elmaradhatatlan, és igazából ezek lennének a mai nap. Ezekben a napokban természetesen a legtöbb családban már elkezdődött a húsvéti készülődés. A gyerekek most már földíszítették a lakást, nálunk ők szokták földíszíteni, úgyhogy igazából nekünk már tiszta húsvéti a lakásunk. Minden jó, ha a vége jó. Hatalmas összefogásról tettek tanúbizonyságot a Tolnán élők néhány napja. A mözsi városrészből eltűnt Nyári Gergő Dávid felkutatására több százan indultak el önként.
A helyiekhez az ország minden szegletéből csatlakoztak profi szakemberek és segíteni akaró civilek is. A kisfiú végül kedden délután került elő, egy szántóföldön talált rá két paksi kereső. Jótékonysági koncertnek adott otthon Tolna. A megjelentek mind a helyi Szentháromság szobor felújításáért adakoztak. A cél, hogy a 200 éves építmény őszre teljesen megújulhasson. Különleges alkalomnak adott otthont a Lovarda épülete. Ott ugyanis néhány napja jótékonysági koncertet tartottak, aminek a fellépői a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar tagjai voltak. Nem is akármilyen célra ajánlották fel a befolyt támogatói összeget. A pénzzel a helyi Szentháromság szobor felújítását támogatták a szervezők. Örömmel számolok be róla. Megkötöttük a vállalkozást a szerződést a kivitelezővel. Hát úgy néz ki, hogy májusban elkezdődhet a felújítás, a restaurálás, és ami még történt, hogy megkaptuk az örökségvédelmi hivataltól az engedélyt a restaurálásra. Tehát minden akadály elhárult, most már a pénzügyi fedezetnek kell rendelkezésre állni ahhoz, hogy meglegyen a kivitelezési költség, de minden bizonnyal meg lesz. A munkálatok tehát hamarosan elkezdődhetnek, és a tervek szerint őszre be is fejeződnek. Össze kell gyűjteni a hiányzó pénzt, elég sok pénz hiányzik, de reméljük, hogy ez a mai koncert is fog hozni, illetve a helyi vállalkozók, különösenben a két nagy cég, aki Tolnán van, elsősorban rájuk számítunk, hogy hozzá fognak járulni a felújítási költségekhez. A fiatal tolnai zenészek egy percig sem gondolkodtak, hogy elvállalják-e a jótékonysági felkérést. Minket Tolna város önkormányzata kért fel erre a nemes célra, hogy képviseljük magunkat ezen a jótékonysági koncerten, és hát amikor tudunk, akkor mindig segítünk természetesen, ha úgy alakul a dolog. Én azt gondolom, hogy ez a városnak egy olyan jellegzetes szimbóluma, ami megér annyit, hogy ezt most rendbe tegyék, és hát nyilván a fiataloknak meg nekünk példát kell mutatni azzal, hogy ilyen rendezvényeken is szerepelünk. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztó bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5.
Folytatjuk is a Telen a magazint. A néhány perccel ezelőtt bemutatott jótékonysági esten stábunk is jelen volt. Mi készítettük ugyanis azt a kisfilmet, ami a Szentháromság szobor történetét, majd a helyiek összefogását mutatja be. A riportot most teljes egészében bemutatjuk. A 17.-18. század idején Európát a járvány, a pest is sújtotta. Ezért a lakosság elkezdett Szentháromság szobrokat építeni a fertőző betegségek elleni védekezésként. Így történt Tolnán is, és a 19. század elején, 1823-ban megépült a különböző védőszenteket ábrázoló Szentháromság szobor. Ennek idén pontosan 200 éve. Magyarországon minden valamire való településnek, az legyen kisfalú, kisváros, nagyváros, biztos, hogy van egy ilyen szobra, és ráadásul a település centrumában. Ezek hol kisebbek, hol nagyobbak, van amelyik egy oszlopszerű obelix tetején lévő kisebb szobor együttes. Nálunk Tolnán egy monumentális, és éppen idén 200 éves szobor együttesről van itt szó, és ez büszkeség is lehet, azt gondolom, a tolnaiaknak, hogy műemlék szoborról van szó. Az emlékművet utoljára 4 évtizeddel ezelőtt újították fel. Napjainkra már elég rossz állapotban van. Tavaly Saramó Márta helyi lakos döntött úgy, hogy ismét összefogása ösztönzi a város lakóit. De mit értünk az alatt, hogy ismét? Fontos megemlíteni, hogy a szobor közadakozásból épült, és a korábbi rekonstrukciók is ilyen formában valósultak meg. Ennek érdekében Márta létrehozta a Tolnai Szentháromság szobor felújításáért alapítványt. Az Obelix felett található Szentháromság szoborcsoport alatt 4 segítő szent szobra is található, Szent Valentin, Szent Donát, Szent Vendel és Szent Sebestyén. Külön kiemelném Szent Valentint, aki az akkori svábságnak a védőszentje volt, passaui püspök volt egyébként, és mindez arra utalhat, hogy a svábok is jelentősen hozzájárultak ennek a szobornak a felállításához. Tehát közadakozásból szeretnénk megvalósítani. Már megkezdtük a gyűjtést, adakoznak az emberek, de még természetesen nem jött össze a megfelelő összeg, de már annyi összegünk van, hogy el tudjuk kezdeni a szobornak a restaurálását, amelyre összesen 15 millió forintra lenne szükség. Egyébként számos elszármazott érzi magáénak a nemes ügyet, és járult hozzá a kezdeményezés sikerességéhez. Minden település kell, hogy rendelkezzen egy kulturális kisugárzással is, és azt az itt élő emberek tudják elsősorban létrehozni azzal, hogy a természet is épített örökségükre vigyáznak, felújítják a szobraikat, és hát az ősök iránti tisztelet is arra indított, hogy ezt a szobrot felújítsuk. Egy Vas Albert idézetet szeretnék idehozni, azt mondotta, hogy legyetek egy szándék, egy közös akarat, egy közös cselekedet, úgy, mint annak idején őseink. Úgy gondolom, hogy a közös szándék megvan, közös akarat megvan, most már a cselekvésen a sor. Thank you.
nagy kérdés az az, hogy manapság, amikor vannak védett fáink, védett állataink, mi egyéb, nekünk itt a városunkban meg van ez a tényleg monumentális és olyan szobrunk, amire büszkék lehetünk, hogy megvan-e az a kurázsi, civil elszántság, amiben szintén hát megóvjuk, megvédjük és hozzátesszük a mostani dolgokat ahhoz, hogy ez a jövőben is felújítva és itt lehessen városunk egyik központjában. Nem csak katolikusoknak, a kereszténységnek az alapja. Tehát, hogy egy Isten hívők, imádók vagyunk, akiben Atya, Fiú, Szentlélek lakozik. Tehát, hogy az Isten nem egy egyke Isten, nem egy magányos Isten, hanem szeretett közösség. És mi magunk is emberek Isten képére, hasonlatosságára vagyunk megteremtve. Ez azt is jelenti, hogy az Isten képűségünk az, hogy közösségben létezzünk. Tehát a család az a mennyországnak a tükörképe. Egy akármilyen közösség, ha már itt civilekről is szó volt, egyesületek, nem tudom mi, nyilván közös célok mentén, de hogy tudunk egymásért dolgozni, töltekezni, együtt lenni, ez mind-mind a Szent Háromságból eredő hivatásunk. A Tolnavárosi Értéktár Bizottság elnökét is felkérték, hogy csatlakozzon az alapítvány kuratóriumi tagjai közé. Nekünk, mint értéktárnak feladatunk a múlt, a jelen értékeinek megőrzése és továbbadása a következő generációnak, és hát ez a szobor ma is a településünknek egy ikonikus, legszebb köztéri szobra, és szerintem a szakrális értékén túl egy nagyon fontos szellemiséget hordoz magába, ami igaz volt a múltunkra is, az előző, amikor építették 200 évvel ezelőtt az akkori közösségre, illetve ma ugye itt állunk újra, hogy felújítani szeretnénk a mai korunkra és a mai településünk lakóira is jellemző, és ez a szellemiség az összetartozás. Hiszen 200 éve is közadakozásból állították ezt a szobrot, és ma megint azért vagyunk itt, hogy széles társadalmi összefogással ismét felújítsuk, hogy régi pompájában tudjuk továbbadni szellemiségét, minden egyebet megőrizve a jövő nemzedékének. Úgyhogy nekünk ez a fő feladatunk, hiszen bennünket a múlt erre kötelez az értékeink továbbadására. Berta Zoltán, mint alpolgármester és mint a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke vállalta, hogy komoly szervező munkával hozzájárul az emlékmű megújulásához, hiszen a szervezet egyik alapfeladata, célkitűzése, hogy a keresztényi polgári értékeket megőrizze és továbbvigye. Visszanyúlnék a történelembe. Tudjuk azt, és büszkék vagyunk arra, büszke minden tolnai, úgy gondolom, hogy Tolna városa a török hódoltságkora előtt Magyarországon, a Duna mentén az egyik legjelentősebb kereskedő, illetve hajós város volt. Lélekszáma már akkor egyes források szerint elérte a 8000 főt. Sajnálatos módon ugye a hódoltság idején szinte teljesen elnéptelen lett a városunk. Aztán a visszatelepülők, a betelepítettek együtt mégis virágzásnak indult 17. században a településünk, városunk. Ennek eredményeként gondoljunk bele, 1773-ban megépült a Nagyboldogasszony templom, majd utána fölépült innen tőlünk nem messze a kolostor, amiben ma ugye a zeneiskola és az egyik óvoda működik, illetve 1823-ban ez a szakrális emlékmű szobor, ami viszont már nem egyházi forrásból, hanem közadakozásból épült fel, és az 1880-as években közadakozásból újították meg. Tehát azt mutatja, azt szimbolizálja egyrészt központi elhelyezkedésével is az itt élőknek egyfajta kifejezése arra, hogy mennyire fontos
és a település, illetve nyilván szakráris oldalról kifejezése annak, hogy egy keresztény polgári lét és életforma volt itt 200 évvel ezelőtt is, és ezt hirdetjük jelenben is, a keresztényi polgári értékrendünket igyekszünk megóvni. A közösségépítés kiemelten fontos cél és feladat. Tolna városában és Möstelepülés részen is számos civil szervezet működik. Nap mint nap tapasztaljuk a civil közösségek erejét, összefogását. Ez a szimbolikus szakláris építmény lehet egy következő olyan, ami összefogja a helyi közösségeket, és egy olyan társadalmi eseményt tudunk köré építeni, ami tovább erősíti a tolnaiságot. A Szent Háromság egy igazodási pont, és nem csak helyrajzi, hanem lelki szempontból is, mondja a város vezetője. Ezért is lenne fontos, hogy a lakosság ismét összefogjon annak érdekében, hogy újra a régi fényében tündököljön az emlékmű. Tolna város önkormányzatának nagyon fontos az, hogy ezeket a régi emlékeket, ha világi, ha egyházi emlékek, ezeket megújítsuk. És jött egy kezdeményezés, mert hogy aki nem áll itt a szobor mellett, az nem látja azért, hogy ez milyen rossz állapotban lévő szobor. Ugyan a város egyik jelképe, de ezt inkább autóból vagy messzebbről, fotókról, térképekről látjuk. És aki itt áll mellette, azért látja, hogy nagyon rossz állapotba került. És úgy tűnik, hogy néhány tíz évenként azért ez felújításra szorul. Mi nyilván a kezdeményezés mögé állunk, hiszen az önkormányzat a tulajdonosa ennek a szobornak, de azt gondolom, hogy lelkileg is nagyon sokat tesz az hozzá, hogyha újra közösen teszünk valamit. Számos példája volt ennek egyébként, akár a jótékonysági hangversenyek, akár a zárverések, amelyek nagyon szép bevétellel zárultak. És én nagyon bízom abban, hogy az önkormányzat és esetleg az egyház mellett a tolnai civilek és a tolnai cégek is hozzá tudnak járulni ennek a szobornak a felújításához. Azok a régi építészeti emlékek, ugyanúgy, mint ahogy ez a szobor és a városháza, ugyanúgy a laktanya is, és azok már megújultak, én nagyon bízom abban, hogy ez is akár még ebben az évben meg tud újulni, és újra régi fényében tud pompázni itt a város közepén.
Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!